Napi sportágban közel 2500 sportoló mérte össze tudását az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Az EOF-ról szólt az elmúlt hét Győrben, előtte pedig évekig készültek a szervezők Magyarország első olimpiai eseményének sikeres lebonyolítására. Jól sikerült az EOF, amiután most nagyon jó győrinek és magyarnak lenni, ezt mondta értékelő interjújában Borkai Zsolt polgármester. Amikor sétálok bent a belvárosba, és azt tapasztalom, hogy Svájctól kezdve, Németországtól kezdve szelfiznek, fotókat készítenek épületekről, emberekről. Szóval egyszer nyüzsgés van, olimpiai hangulat volt ebben a városban, akkor ennél több nem kellett ennek a városnak és ennek az országnak, hiszen az első olimpiát rendeztük meg Magyarországon, és bebizonyítottuk azt, hogy Győr városa Magyarország képes arra, hogy egy ilyen nagy rendezvényt nagyon jó színvonalon megrendezzen. Minden idők legjobb EOF-ját rendezte Győr, ezt nem csak hazai, de nemzetközi szakemberek is hangsúlyozták a fesztivál ideje alatt és azóta is. Korábban főleg a budapesti vizes VB miatt sokan féltették a győri kis olimpiát, az aggódókra azonban sikerült teljes mértékben rácáfolni, hiszen szinte hibátlan EOF-ot rendezett a város. Rácáfoltunk azokra a negatív megjegyzésekre, akik azt mondták, hogy jó, hát itt lesz valami, és lesz egy Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál Győrben fiatalok számára, de hát ez nem annyira érdekes, meg hát nincsen hozadéka, és itt van hatalmas hozadéka van, most már főleg utólag büszkék lehetünk arra, hogy ezt megnyertük ezt a pályázatot, és maximálisan nagyon komoly színvonalon sikerült megrendeznünk. Világszínvonalú létesítmények épültek az EOF-ra, ezeket pedig az önkormányzat szeretné minél jobban hasznosítani a jövőben is. A polgármester szerint erre minden esély megvan, hiszen már is sokan érdeklődnek a győri csarnokok, pályák és lehetőségek iránt. Nyitottak vagyunk, várjuk őket sok szeretettel, időpontokat kell egyeztetni, megnézzük, hogy melyik azok a versenyek, amelyek beférnek, de amellett persze ne felejtsük el, hogy ez a fiatalság, a győriek, az idelátogatók számára épültek ezek a sportlétesítmények, és azt se felejtsük el, hogy mekkora fejlődések alakultak ki ennek kapcsán az adott városrészekbe, új úthálózatok, nagyon komoly fejlődés. Azt gondolom, hogy ez adja a savaborsát annak, hogy mindenki megtalálta és megtalálhatja a számítását egy ilyen nagy versenyben, egy ilyen nagy fejlesztésben, és nem utolsó sorban a jövőben. Borkai Zsolt kiemelte, a város sokat profitált már eddig is az EOF-ból, de bízik benne, hogy a sikeres fesztivál kiváló európai visszhangja tovább népszerűsíti Győrt a kontinensen. A város szeretne minél több nagy nemzetközi versenyt rendezni a jövőben. Mindjárt jövőre ifjúsági atlétikai világbajnokság lesz a megyeszékhelyen, amire az egész világelit eljön majd hozzánk.